vagy olyasmi. Szóval, kedves barátaim, Budapest fantasztikus város. Nézzétek el, nekem személyes, de nekem ez a kedvenc városom. Én szeretem Budapestet, és őszintén nem szeretnék máshol élni, csak itt. Még akkor is, amikor ki akarják fosztani, el akarják nyomni, tönkre akarják tenni. De azért állapítsuk meg, Budapestet nem lehet legyőzni. Nézzük csak, mit tettek eddig. Elvették a pénzünket, a kórházainkat, az iskoláinkat, akárcsak nálatok. Helyettünk akarnak dönteni, mindenbe belepofáznak, és ennek ellenére a mi városunk még tartja magát. És minden ellenkező szándék ellenére a kultúra még virágzik, dübörögnek a romkocsmák, és tele vannak az utcák fiatalokkal. És mindennek ellenére a fél világ személyesen is látni akarja Budapestet. Szóval kérdezem, hogy miért nem lenne ennek csak úgy normálisan jó örülni? Tehát miért kell mindent tönkretenni, ami működik? Budapest a budapestiektől jó hely. Mi adtunk jó hely, akik itt élünk, itt dolgozunk, és tőletek azoktól, akik ide jönnek látogatóba. Miért kell innen elüldözni az embereket? Tudjátok, a mi Budapestünk nem üldöz el senkit innen. De menjenek csak ki a fiatalok szépen Bécsbe, meg Londonba. Menjenek ki. De maguktól menjenek ki, tanulni menjenek, világot látni menjenek, ne pedig mosogatni. És aztán pedig szépen jöjjenek haza, mert Budapest a jövő. London tök jó eszköz, menjenek. De utána jöjjenek vissza, mert Budapest a cél. Hát, hogy mi kell ehhez? A biztonság. A megélhetés biztonsága. Normális munkát, normális fizetésért, ez nem lehet vita tárgya. A szociális biztonság. Ebben a városban senki nem érezheti azt, hogy magára hagyták. Nekünk mindenkire oda kell figyelnünk. És harmadrészt a közbiztonság. Nagyon fontos. És ebben nem a hamisító statisztikák számítanak, hanem az, hogy elmehetünk-e félelem nélkül egy koncertre, vagy beülhetünk-e egy étterembe. Vagy sötétedés után kimehetünk-e az utcára, vagy a parkba. Mindez jár a budapestieknek. Mindannyiunknak jár. Ahogy a gyermekeinknek is jár a használható 21. századi tudás. Nem az idióta tankönyvek, hanem a versenyképes tudás. A szüleinek meg a nagyszüleinek az jár, hogy minél tovább maradhassanak egészségesek. De járnak nekik a modern kórházak és a megbecsült szakemberek is. Nem ám 2 hónapot várni egy ultrahangra. De jár nekünk olyan metró is, amelyik nem gyulladt ki alattunk. Nekünk nem a miniszterelnöki kisvasúta fontos, hanem a 3-as metró, amit mindannyian használunk. Na és ehhez mi kell? Az, hogy visszavegyük ezt a várost. Higgyétek el, meg tudjuk csinálni. Ez a város az elmúlt 25 évben mindig baloldali és szabad elvű volt. Mondjuk bármit Orbán vagy Tarlós, ez most is így van. Budapest mindig lerúgta magáról a megszállókat, és ez most is így lesz. Én azt javaslom, vegyük vissza Budapestet, vegyük vissza a jövőnket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.